Második helyen végzett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének bajnokságán a Bátaszék SE U12-es kosárlabda csapata. A bajnokság utolsó két mérkőzését hazai pályán rendezhették meg. Az első megmérettetést Baja ellen játszották, ahol alul maradtak, azonban a második meccsen a bátaszéki csapatnak sikerült megszerezni a győzelmet Kiskunfélegyháza ellen. Nagyon jó volt a bajai csapat, tehát hogy ott voltunk védekezésben, de ők nem tudtak hibázni, tehát hogy mindenbe talált. Míg mi, nekünk sajnos a hazai pálya nem hazai pálya, mi idegenben jobban tudunk játszani. A gyerekek össze voltak zavarodva, de egy összességében az utolsó forduló, én azt mondom, hogy dicséret illeti a gyerekeket, mert az egész bajnokságban hajtottak, úgyhogy megdicsérem őket. Hullámzó volt az idei szezon, a jelenlegi helyzetre is tekintettel, tehát hogy volt olyan, hogy a vírus helyzet miatt a mi csapatunk is hiányosan lépett pályára. Volt olyan, hogy mi is 8-an tudtunk csak pályára lépni. Ott hiába győzedelmeskedtünk, a szabályok szerint ugye ilyenkor az ellenféli a pont. De javarészt én azt mondom, hogy 75-80%-ban mi nyertük a mérkőzéseinket. Nagyon sok olyan forduló volt, illetve olyan mérkőzés volt, hogy az utolsó két percben dőlt el. Tehát, hogy az utolsó két percben még egál volt, mint például most is a kiskunfélegyházai csapat ellen, hogy abszolút szoros volt a mérkőzés, és az utolsó két percben most mi tudtunk győzedelmeskedni. Van olyan, amikor az ellenfél jön ki, ebben most mi tudtunk talpon maradni. Most így egészen följöttünk a B csoportig, hát most itt ebbe a B csoportba végül is az üstérmesek lettünk, tehát hogy másodikak lettünk, de én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy egy kisvárosi csapat vagyunk, szépen helyt tudtunk állni olyan nagy akadémiákkal is, mint a Kecskeméti Akadémia, ahol azért más a merítési, tehát a gyerekek, más az infrastruktúra, mások az edzés lehetőségek. Volt ott is, hogy ott is utolsó másodpercben 5 ponttal nyertünk, volt, hogy alul maradtunk, de én úgy gondolom, hogy eddig a korosztályig Bátaszék versenyt föl tudjuk venni, tehát az ilyen csapatokkal. Pomcsár Szilvia vezetőedző azt mondja, az idei évben a koronavírus járvány miatt a bajnokságokban csak 2 korcsoportot tudott indítani az egyesület. Nagyon jó lehetőség, és egy nagyon jó eredmény, hogy mi itthon tudjuk ezt a mérkőzést lejátszani. Sajnos szülők nélkül, ugye ők nem tudnak szurkolni, de a mérkőzést felvesszük, és akkor meg tudják ők nézni a meccset. A szakosztályunkban 2 korosztályt tudtunk indítani bajnokságban. Ugye a vírus miatti szabályok szerint csak azok a gyerekek edzhettek, akiknek versenyengedélyük van, versenyengedéllyel rendelkeznek, és sajnos a többi korosztályunkkal nem tudtunk edzeni. Nagyon sajnálom azokat, akiket toboroztunk szeptemberben, tehát elsősökről van szó, óvodásokról van szó, nekik abszolút nem tudtunk edzést tartani, és így nem volt tehát lehetőségük arra, hogy fejlődjenek, sajnos ez az év ez így kimaradt náluk, és van még egy korosztályunk, egy U14-es, akiknek szintúgy bajnokságot nem tudtunk most indítani. 2 korosztályban indultunk bajnokságba, az egyik ez az U12-es korosztály, velük országos bajnokságban indultunk Bács-Kiskun megye körzete, és ez az utolsó fordulónk itthon, amit itt tudunk lejátszani Bátaszéken. A másik korosztályunk pedig egy U11, U9-es csapat, akikkel én edzem, és velük megyei bajnokságban indultunk Szekszárdon, a Nyuszi kupában. Úgyhogy ők szerencsések ebből a helyzetből, hogy tudtak edzeni végig, és velük végig tudtuk csinálni szerencsésen ezt az évet.